Hát szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Kalmárok 175. adása a sorban. Csorba Dániel elment hosszú pünkösdözni a családjával. Innen is csókoltatjuk. Legalábbis is ezt a mondta nekünk. Jó, legalábbis ezt mondta nekünk, úgyhogy bocsi, ha éppen lebuktattunk, nem ez volt a terv. Mint látjátok, most először, mint ahogy Peti megállapította, két hölgyel vagyunk kiegészülve, úgyhogy négyen most is meg vagyunk. Tóth Réka és Movi Gabriella ül itt mellettünk. Görsöny Péterrel tésztok. és velem szűcs csatillával. Sziasztok! Kezdjünk is belemet, sok témánk van. Főci! Hey, Mindenkit sem se vagy se fel. Tukmáló ne per. sokkal jobbak vagyunk, ez itt a három kamárba bemutatkozunk. Körsöny Péter szűr csatillam, csorbot ez itt a kamáró. Kamár,

Miért? Ez az én dumám. Most mindenkinek van egy dumája, de, ilyet, okay. hát, Hajdi hova, köszön a csorba, majd neked is kitalálunk valamit, hogy egy személyiséged. mert Köszönöm szépen. Mindenképpen le. szükség lesz rá. Minket kellett volna, hogy virágokkal fogadjatok. Teljes mértékben igazad van, de mivel a Görzsöny úr intézett benneteket, hogy itt legyetek, neki kellett volna virágokat nejjösség. hoznia. Nem, vagy elég romantikus Peti? jó, a végére is jöhet. Igen. Akkor rendeljük meg, és 45 percen van itt van. Bár, hogyha úgy talál ide a depóba a a Gabi, akkor, akkor, nem akkor szerintem holnapra nem se holnapra jön meg. Nem baj, Igen. mindenki itt ül, mindent megoldottunk, csinálhatjuk az adást. Két fontos Igen. témánk lesz, azért dörzsöli a tenyerét a görzsöny úr, mert az AI-ról is fogunk beszélni, ugyanis hétfőn kiadták az Omni nevű új részét a, a CheGPT-nek, ami már a petéknél beépítésre is került, nagyjából egyedülálló a Magyarországon. Vagyunk, úgyhogy elég, elég vagzi téma. Igen. Meg a lányoknak is majd a véleményét erről szeretnénk kikérni. Úgyhogy Peti vezest föl, kérlek ezt a dolgot. Hétfőn bejelentette a fővezíre a openai hogy kijött az új nyelvi modelljük a, a négyesnek az Omni változata, amit így érdemes róla tudni, hogy ötször gyorsabb, mint a, a korábbi négyes, bár az is fél éves igazából, a legújabb négyes. Meg az se volt lassú. Az se volt, lassú, ö, sokkal gyorsabb lehet, és a nem angol nyelvű ö, beszélgetéseket, kontextusokat sokkal jobban tudja kezelni, sokkal jobb válaszokat ad, és hamarosan ö, elérhető lesz, most már tesztelés alatt van, páram megkapták tesztelése, hogy ö, lehet vele beszélgetni, érzékelni tudja a hanglétéseket, hogy milyen stílusban beszélsz, akár kicsit ironikusan, komolyan felszólító mód kérdés, ezeket már érzékeni tudja, illetve videókat tud kielemezni, összefoglalni, mi van benne, stb. Úgyhogy gyakorlatilag én azt mondom, hogy ez egy jóval nagyobb ugrás, mint ami a 3.5 és a 4-es között volt, és nem melegségre, rá két napra mi integráltuk elsőnek itthon be a poszton, úgyhogy tegnap óta az összes AI cucc, ami ö, szövegíró, vagy bármi elemző cucc, az, az, már a legújabb omni csinálja. Még egy dolog, ö, megcsináltuk azt is, képzétek el, csak egy kicsit büszkének, büszkék legyünk, igen. Kereklen. Hogy a minden, ö, minden hirdetés és szöveget a marketing, több 6-7 marketing szempont alapján gyakorlatilag már az AI kielemez, rányomsz az elemzés gombra, és akkor így kírja egy hosszú listába tételenként, hogy mit javasol, mit változtat a sajtos, stb. Tanulj meg helyesen írni. Jó lenne, ha tennél, lennél, tennél vele veszőket, jó lenne, ha pontoznál, központoznál. És <laughs> egyébként ez a, a, posztalomon belül akkor gyorsabb lesz maga ez a generálás, mert hogy mondtad, hogy ez gyorsabb, gyorsabb. Így van, aha. már sokkal ötször gyorsabb, mint a korábbi volt, aha. igen. Még korábban egy, egy paraméterekből való szövegírásnál egy-két percet kellett várni, most ez kell ilyen 20-25 másodperc. Na, az menő. Az nagyon jó. Gabi, wow. ti használjátok a posztolomat? Nem. Na, nem? Hmm. Nem akartam ilyen csúnyán belekérdezni, komolyan? Nah, kérdeztem. Nem. Igen. Igen, vannak igen. kollégáink, akik használják. Igen. Na, helyes, jó van. Én mondjuk pont ezt a részét nem használom a posztolomnak, magát a posztolás részét. Igen, csak én szeretem magam írni a szövegeket, is hmm. ezt a részt. Azért, azért fontos szerintem a szöveg, mert. Mert mindig azt mondom, hogy a Facebook az egy teljesen más platform, mint az összes többi hirdetési portál. Ugye, mint most nem akarok belemenni, mi a hook, stb., de az, hogy egy, egy hirdetés mennyire vonza a, már rögtön az első pár másodpercből tekinteteket, rengeteget számít a szöveg. Pláne az, ami kilátszik ugye a szövegmezőből, és a tartalomgyártásnak a minősége rettentő fontos a Facebook esetében, amíg máshol lesz kereditekkel, vagy akár más ilyen, rendszerben lehet ezt megoldani, hogy előrébb kerüljenek a hirdetések. Facebooknál hasonlóan a TikTok algoritmusához nagyjából úgy működik, hogy bedobja mondjuk kezdetben tesznek egy száz embernek, és megnézi, hogy a száz ember mit reagál rá. Ha száz embernél nem vált ki nagyon interakciót az adott poszt, akkor így eldobja. És ami a legrosszabb, ha sok ilyened van, akkor onnantól kezdve már nem száz embernek fogja teszként megmutatja, nem mondjuk csak 30-nak. Úgyhogy ezért nagyon kell odafigyelni, és, és ezért kell minél jobb szöveget, képeket, stb. használni minden Facebook posztán, nem csak az ingatlan hirdetéseknél. Egyébként, ha valaki, akkor én nagyon ö posztolom ellenes voltam. Bocsánat, Peti. Voltál, voltál, de voltál, voltál már múlt idő. Az, az elején. Ne, 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 ne. Szóval ne. nagyon posztolom ellenes voltam, mert még a leges legelején voltunk azok, akik így csatlakoztak és kipróbáltak, és nagyon sok ö nehézséget okozott így a Facebookkal való összekötés. összekötés, és akkor így leszoktunk róla. Aztán... Ö aztán hallgattam a Petitől egy ilyen előadást a posztolommal kapcsolatban, és utána újra kipróbáltuk, sőt el is hívtam a csapathoz, és szerintem hogy szerintem minden ingatlanosnak használnia kéne. És Pozitív tapasztalatotok volt? Így van, le? így van. Volt olyan ingatlanom, ezt le is írtam a Fetinek, amit csak a posztalomra töltöttem fenn, mert éppen a reptéren ültem, repültem haza, és nem volt időm máshova feltölteni, és mire hazaértem, egy rakás üzenetem volt a posztolomról, és utána hívtak is, és fel se töltöttem máshova, szóval onnan adtuk el azonnal gyakorlatilag. Ez még megvan? Jöttek micsoda? a sorba az üzenetek. Ez még megvan? Ja, 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 nem, nem. Hál' Istennek nem ilyen üzenetek. Ezek közden. az idióta előre beállított ja, üzenetek. Igen, megvan, igen, megvan. Igen, annyira, igen, annyira amúgy különben, csak kíváncsi vagyok, hogy szerintetek, amit itt az elmúlt pár évben uh, tapasztaltatok az IEI tükrében, szerintetek, ti mit, mit uh, uh, vártok, hogy mit fog elérni rövid időn belül a mesterséges intelligencia, akár a szakmán belül is? Húsz év múlva öntudatra tudatra ébred és meghalunk. Köszönjük Attila az építőjelegi nagy, legű. nagy, nagyjából, hozzászólás. Ultron. <laughs> Egyébként én azt gondolom, hogy ez is olyan, mint a, mint a social media, tehát előbb-utóbb, aki nem használja, és nem él vele együtt, akkor az nem fog tudni érvényesülni. Szóval ha akarjuk, ha nem, ez van, ez egy létező dolog, ami iszonyatosan gyorsan fejlődik, nem is gondolnánk, meg nem is tudjuk szerintem, hogy mennyire gyorsan, és hát ideje annak, hogy mindenki elkezdje használni utána nézni tanfolyamokra elmenni, mert aki nem építi bele a vállalkozásában, nem csak a mi szakmánkban, hanem minden szakterületen, gondolom ezt az, az le fog maradni idővel, szóval muszáj leszünk használni. Igen, tehát, hogy én is így gondolom. Nem régen volt egy képzésünk is a Kovács Kornél -el az AI használatáról az ingatlan közvetítésbe, és nem azért, mert nekem a szívügyem az AI, vagy neki, vagy, vagy így annyira szeret, én egy női iroda vezetője vagyok, tehát át tud képzelni, hogy Mennyire vakon vagyunk néha még a posztalommal is. Azért nem tudod, hogy használjuk, szóval, mert nem, 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 mondtam, nem, hogy tagadjátok egy le. IT, <sírt> a neveteket úgy <sírt> <Nem mit> kérdezzétek <sírt> meg, hogy az hova kell van nyomni. Való. Mit? Igen, bevallom őszintén, hogy a GPS használata is sokszor <sírt> <sírt> nehézséget okoz, nem, hogy az EI használata, ezért tényleg magunk miatt is szerveztük ezt a képzést, de hogy ez. ez én például nagyon örülök neki, hogy az AI úgymond tudja segíteni a munkánkat, és úgymond az életünket is, és hogy ez nem kérdés, hogy jelen lesz az életünkbe, vagy a hétköznapjainkba, vagy az ingatlan közvetítésbe. A kérdés az, hogy te fel tudsz -e zárkózni, és meg tudod -e azokat az alapokat tanulni, amivel úgymond előrébb lehetsz, mert aki, aki nem halad, az lemarad például most beszélgetünk szövegírásról de például ott vannak a, például most már a lightroom ugye az Adobe termékekben, Lightroom, Photoshop, gyakorlatilag már AI alapú, és a lightroom most már egy kattintás, még korábban el kellett szöszmetölni vele 10 percet per kép, hogy szépen beszintezd, megcsináld, hogyha esetleg igényel utómunkát. Most már gyakorlatilag az ai ez egy gomnyomás. Jó, de ennek a csúcsa most neked is a telefonodba bekerült a Samsungnak az éjája, hogy már élő telefonhívás közben fordít. Ezt igen, csak még a magyar a múltkor, nyelvi csomag nincs benne. Jó, de kipróbáltam de a múltkor, hogy németről angolra, angolról németre, meg spanyol angolt fordítottunk, meg minden. Zseni. Zseniális. Néhány másodperc csúszás van benne, nyilván, amíg megcsinálja a fordítást, de rohadtul jó. Amikor felment a fordítás, egyből kipróbáltuk. Az Omni is különben uh, tud, most, most, ez a modell már tud real-time uh, fordítani, igen. Tehát hát ezek, ezek beszélgetni is lehet angolul, és kiavítja azt, hogy mi az, ami a te hibád. tehát olyan, hogy mint egy angol óra kb. angol óra, igen. <laughs> de nem, tök ezt, nem így, ezt ne így mondja. De nem, én, de én például <laughs> a pronunciation, tehát hogy a, mindenképpen szeretnék úgy angolul beszélni, hogy ilyen szép szépen, és kértem, hogy ilyen British english e javítsa ki. A... <laughs> de miért British english akarsz beszélni? <laughs> miért szóval nem American English-t? Az, -e, hát az a olyan elegáns. Jó, a nők Ausztrál... egyébként egy az egy 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 tényleg azt mondják. Ausztrál angolt hallottatok már? Persze. Igen. Csak nem értettük. Mert csak nem értett. <laughs> pontosan ugyanez. Igen. Minden, mindegyik. Jó, de a brit angolba is, hát a Everton Liverpool területéről soha, soha nem érted meg, hogy mit mondtál. Én, én, azért megértettem. Meg a skótok is, a Alex Ferguson, van nagyon sokan játékosok mondták, annól a Manchester hogy a Sir Alex Ferguson tartott egy előadást, és így <laughs> néztek csak, hogy aki nem gyári angol, az így nézett, hogy fogalma nem volt hát arról, a... hogy az öreg mit mond, pedig skót. <laughs> a boxra egy erejéig ugye ott a Fury, ja. e -e -e neki az angolját, ugye ő angol Gypsy, és ezt ő büszkén már Vándorló. igen, igen. Amit fogalmazott. És múltkor nyilatkozott, és egy szavát nem értettem. Én mondja, és mondom, ez milyen nyelv, mondom. Ez, rengeteg ilyen van, és sírni szoktam rajta. Be kell a feliratot, mert nem értem. Wayne Rooney nyilatkozata itt sem, meg egy csomó mindenki ilyen. Nagyon, nagyon, durva, nagyon Liverpooli akcentussal beszél, és Evertonével, és semmit nem értesz bele, semmit. Nagyon viccesek. Jó? de bezzeg az indiai angol, szerintem az a legvicces. Tényleg, <laughs> ahol még egy kicsit mozgatják. Az igen, az amikor a, a, face, Facebook, a, Facebook, Facebook ügyfélszolgálatos felhívés igen. vagy, vagy, indiai, vagy, vagy Pakisztán, igen, igen, abszolút vár levelet. vagyok, mi benne segíthetek? <laughs> vagy az egy, komolyabb alvérletnél, tudod, az indiaiaknál nem kell megkérdeznem, hogy milyen, uh, milyen, származás? milyen, származás, igen, milyen származás, származás, mert, mert? ugye tulajdonos vagy? így is, úgy is megkérdezi, tehát így jobb, ha kizárom igen, telefonba, de nála nem kell megkérdezni. Jó, kínai, nákorai, nála, hát mindenkiről igen. meg tudod állapítani, hát az valóján. angolja, vagy a tört magyarja alapján, igen. igen. Főleg, aki mondja, tudod, hogy Béla vagyok, tudod? De, <laughs> de egy magyar nevet, ha meg se szólal, csak mondjuk azt látod a Facebook adatlapján, hogy a, a zarába dolgozok, vagy a napnál vagyok fűtő, vagy az, az életiskolája. életiskolája. Igen, igen. Szóval ez ja, a gondot, gondot, a, igen, a, kedvencem, a kedvencem, hogy most már egy leleményesebb kisebbségek, és bocsánat, remélem, hogy ezt így elmondhatom. Ezt bízi, persze. Um, angolul hívnak fel, mert úgy sokkal, sokkal több esélyük van kijutni. Ne! ne. E figyelj, az, Ilyen hogy, a... az, hogy angolul hív fel, és ő angolul kommunikációképes. És akkor kommunikáció farkia, képes, hasonló. Egyébként de utána, az a... nem rossz. Ám, ám legyen, Ilyen. persze. Igen, persze. Valaki magyarul nem tudnám, hogy még angolul, persze. Hogy belecsúsztunk a szakmázásba, minden észrevétlen. És még És Mint hogyha egy szakmából Igen, lennénk. Tudjátok, ugye az elején itt a hölgyeknek volt egy olyan félszük, hogy hát miről fogunk, tudunk-e folyamatosan beszélni, és még el sem kezdtük, de már gyakorlatilag. Meg nem Abszolút, el. Meg nem. Ja, jó. ja, elfelejtettük. Ja, most ja, akkor mindjárt, mindjárt bejelentkezem, jó? Tényleg. Arról volt, hogy bemutattok minket. Igen. Névre benneteket. Szeretnétek céget Úgy is említeni? Igen, ha Említsük meg. Gabi? Nyugodtan. Mit lehet róla tudni, igen, ja, maga, Gabi? magamnak? Magamat mutassam be? Hát meg az, hogy te mi apostrofált téged azon ki, hogy hívtalak, hogy itt <laughs> Hát nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon szívesen. Tél. Tényleg, meg hogy ilyen, ha, tenni, ilyen előre gondoltál. <laughs> ah, jó, akkor téged is tegnap jó, jó, oké. Okay. Nem, rajzolódott ki, is hogy szuper. Dani Jöns, ugye, A depó egy, depó egy, depó egy, igen, ugyanez. De a depó egyet nem is mondta, depó. De amúgy baromság, bálint. Bálint. mert a depó kettő a bejárat, nem a depó egy, szóval pedig alapban rosszul mondja. Figyelj, egy, egy, nőnek eljöttem itt tűsarkóba, itt a gyárépületek között. Ilyen, azt se tudtam, hol vagyok. Az mint hogyha ide járnék, mint a depó egy. Mint hogyha azt mondta volna, hogy így nem tudom, gyere be a, nem, az arénába, vagy a momba, depó. De hogy amúgy erre de, így amúgy én nem jártam még. Amúgy hogy török bálint depó. Igen, amúgy utána a táblákat néztem, én a, a és so Sokat segített. Annyit azért tegyünk hozzá, ami hogy amit küldtél, lokáció, megosztás, még közelebb volt, nem a depónak török bálint. <laughs> <laughs> de csak már szeret. a Balaton felett Igen. Tattam, az, még időben szóltam, mielőtt a siófog tábl nem igen. voltatok még így egyébként? Itt. Hogy annyira-annyira elmentetek valahova, hogy ilyen 5, akár 50-100 kilométer alá mentetek? Nekem volt ilyen. Hát, sajnos e erről én szerintem könyvet is tudnék írni, hogy a lejárókat így elveszítem, mert folyamatosan ilyen podcasteket hallgatok, mint a Van, kantín, hát sok Kantin, ah, vagy, -e, vagy okay. a vozolt, ilyen hangos könyveket, és akkor annyira belemerülök a gondolataimba, hogy a lejárókat így negligálom. Na, nekem ugyanez Ez volt, van. a Debrecenben menet Nyíregyházán kötöttem ki, meg. tehát ilyet, ilyet, már játszottam én is. Az M3-ason könnyű túlmenni a lehajtón. Igen, nagyon. És akkor egyszer belebambul az ember, tovább mész. Még a Miskolc lehajtóra emlékeztem, hogy balra elmenni, jobbra már aztán elfelejtettem Igen. Debrecennek, és mentem tovább egyenesen, és nem is egy, hanem két kihajtóval később vettem vissza, egy, és fordultam vissza. Volt egy golf apartman bükkön, amit árultam, és... Uh, szombatonként mutattam, és pénteken egy kicsit belecsúsztunk a ünneplésébe valaminek, és szombaton már az osztrák határa. Hú, Búlva. várjál, mérre van. Már van Komoly volt a buli. Ez mi? Amikor sorbálsz a határnál, és veszed elő az útleveled, de várjál. De várjál mert, hogy kell itt megfordulni? Nekem nem Ausztria van Igen, igen. Egy picit kanyarodjunk vissza az útinform utána. Ezt a a, a, arra, hogy ugye mind a ketten saját irodát vezettek a belvárosba, úgyhogy gondolom. Igen, mi az Andrássy úton vagyunk. Réka? Ti? Mi a 32-esek terén. Wow. Még? Én. És ha uh, mindenhol, ha jól tudom, női uralom van nálatok, úgyhogy uh, a hölgyek vannak. Neked vannak fiú kollégáid? Három. Három? Három? Igen. De menjen vagytok összesen? Tizen. Na, az is nem is kicsi oda. Te meg csak csajok. is volt ezelőtt évekkel ezelőtt egy fiunk. Mi <laughs> De azóta meg azelőtt is. <laughs> akarjuk tudni, hogy és fél év ha, után amúgy... megjött neki és elment. <laughs> a tíz nő között érted, neki is beáll a menstruációja. <laughs> ha, 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 ha. Mi nagyon szeret. Egyébként Mit szerintem... Szerkízott. Jó, Mindenki szegény. Mindenki vitte neki a sütét, a szegény. Szegény. Nem, szegény. Itzelett, nem. nem. Egyébként Ez, olyan, ez olyan furcsa, mert nálunk is uh, még annak idején, mikor elindultunk, akkor nagyon sokáig uh, csak, csak csajok voltunk. Mindig jött egy-egy fiú, de egyszerűen nem maradtak meg, és nem azért, mert... Nem mert tudják, mi a jó. Mert mi elüldöztük <laughs> őket. Tehát Isten mert Nem tudom, szerintem van a férfiakban egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogyha nők nőkkel dolgoznak, hogy hát ő nekik jobbnak kell lenni, vagy nem tudom, és így nem maradtak meg. Úgyhogy nagyon sokáig mi is. Vagy pusztálta őket az, hogy mondjuk női főnök van, nem lehet? A simán lehet, simán benne van. Lehet, hát ezen annyira nem gondolkodtunk. Mi szuper jól el vagyunk, így lányok. Nyilván örülünk, ha a fiúk jönnek, de de hogy szerintem az ügyfeleknek azért ez szimpatikus, ugye? gondolom az, hogy, mert amit látok tőletek, az, hogy mindig elegáns kis tip-top fotók, stb. Úgyhogy térjünk akkor a, a, mai témára, ki szerintem ugye itt azt terveztük az Attilával, hogy itt kicsit nekifutunk az eladó, kiadó lakásoknak, hogy milyen trendek vannak idén, mit lehet tapasztalni. Lesz egy cikk, amit felvezet az Attila, ami nemrég nem, nem jelent meg, és Szeretném, ha beszélnénk az, ti mit tapasztaltok a piacon, idén, mik, miket vártok, illetve szeretném, hogyha a kiadó piacot egy picit mélyebben érintenénk, mert mi hárman nem vagyunk annyira benne a kiadóba és itt beszéltem, mielőtt megérkezt a rékával, hogy ő, ők kiadóznak is, gondolom ti is, é, és, és akkor szeretném, hogyha egy picit. Jó, rávilágítanátok nekünk a, a most jelenleg a kiadó piacra, hogy milyen a budapesti ingatlan. Kezdhetjük egyébként kiadók. ezzel is aztán majd eladózunk egy picit. É, uh, nem tudom nektek, mi volt a tapasztalatok. Mondjuk a nézzük azt, hogy uh, ez év áprilisáig, tavalyi év áprilishoz képest. Tehát nézzünk teljes egy az egybe egy évvel ezelőtt. Ez időszakot. A cíkkel, szerintem. de a kiadóval akartam, de kezdhetjük Jó, a cikkel is, ahogy akartok. Egy. Ugyanezen időszakban van egy érdekes cikk a, a Telexen, hogy uh, az átlag négyzetméter ára a budapesti lakásokat tekintve hol tart, és mennyit nőtt, hova emelkedett. Most kíváncsi vagyok a számokra. Te nem olvastad a cikket, te végül elolvastad? Az igen, igen, meg. Ezért... Nem. szerinted hol tart most Budapesten az átlagos négyzetméter ár, és aztán kerületekre is le lebontjuk nagyjából. Mondj egy hát számot. Egy millió forint per négyzetméter. Jó szerintem. helyen vagy. 992 ezer egy négyzetméter átlagosan. Ibo határon be belül. A határon. legdrágább, a legdrágább kerület a 12. 1,2 millió forint az átlag ár. Mm. A legolcsóbbak közé pedig a 600 ezer környékén tartozik még mindig Soroksár és Csepel. Jelens. Ez ugye a használt téglalakásokra vonatkozik. Egyébként nyilván a legdrágább kerületek, fel tudjátok sorolni nyilván, ugye első kerület, vagy 12., második, harmadik, 11, 11., 5., tehát a szokásos kerületek azok ugye nem csúsztak le, ez mind 1,1 és 1,2 közötti négyzetméter ár. Átlagosan, de a 13 és az 5. kerület is 1,1 környékén van. és uh, a, Viszont az új építésű. Nem tudom, mennyire vagytok, vagy mennyire mozogtok egyébként új építésűek tekintetében értékesítésben. Tavalyhoz képest, tavaly évelejűz képest, mostanra 9%-kal kevesebb engedélyt adtak ki új és jóval kevesebb is épül. Úgy belevéve, hogy ott van ugye a Bosnyák téri meg a beruházás, ugye még a mini Dubajról nem Báyer. lehet beszélni, Aha, a Bayernnek mm a -hmm. nagy építkezése, de van a 9-ben is bazi nagy építkezés, mm -hmm. most ugye a Kordia bejelentette. 11-ben a... is most azért még tolják Ott a is, a Kordia 13-ban bejelentette a 2400 lakásost, és ehhez Ilyen. ki, ez is még mindig azt mondja, hogy 9%-kal kevesebb, mint ami volt. De várjál, ezeket az építési engedélyeket <laughs> már jóval korábban kiadták. Szóval általában ezt még régen, a, amikor elkosít volt, vele beszéltük, hogy azért az építés Engedélyek, az egy kicsit olyan, mint egy kis varázsgömb, amivel látod, hogy a következő pár évben mi várható. Ami azt jelenti, hogy ha most kevesebb engedélyködás történt, az azt jelenti, hogy a következő két évben ö, kevesebb új építésű fog épülni. Hát ez nagyjából most be is jön úgy néz ki. Úgyhogy ettől függetlenül, hogy mi lesz mini Dubájjal, meg ilyesmi, arra azért kíváncsiak vagyunk, mert az a ezer lakás az megtolhatja ezeket a számokat egy picit, hanem is erre az évre, hanem mondjuk 25-26-ra. De az új építésűek azok azt is írják egyébként, hogy sokkal nehezebb lesz találni értelmes árérték arányban új ingatlanokat, és részben ez is húzza föl egyébként a használt téglalakások árát. És a jelenlegi piac az nagyjából egy évvel ezelőtthez képest 4%-kal magasabban van. Kettő. Hát a, a, cikk az... a, a Q1-et még... Egyet, a Q1 átlagosan az van, igen. A Q1-et az kettő, az volt, kettő még igen. átlagosan négy, négybe vagyunk már egyébként. Tehát négy százalékos átlagos áremelkedés történt. Ezt nem tudom, ti mennyire érzékelt, érzékelitek egyébként? Szerintem abszolút érzékelhető, meg, meg, az is, hogy legalábbis mi azt tapasztaljuk, hogy tehát nagyon élénk a piac újra, hála a jó Istennek, tehát mind, mind a vevői oldalról, mind a megbízó oldalról is sokkal nagyobb a mozgás, mint, mint mondjuk tavaly. Lenne egy kérdés? Ez, Bocsánat. Mocs... Na, Mondjad, hogy Gabi. legyen, Peti? Mondjad, Gabi. Ezzel uh, amúgy egy picit vigyáznék, hogy a 40%, hogy nem minden területen szerintem Köszönöm. nagyon szegmentált. A diversifikációra akartam kitenni. hogy nagyon szegmentált az, hogy mi Köszönöm. az, ami, ami feljebb ment, és hogy mi az, ami mondjuk stagnál. Sőt, mi stagnál? Én, én azt gondolom, hogy a belvárosi nagyobb ingatlanok, ami amilyen 80 millió és 150 millió között vannak, azok teljesen meg vannak állva. Tehát olyan nagy a kínálat, és uh, ott ott simán egy millió alá mennek olyan polgári, gyönyörű házakban a lakások, és nem, nem lehet eladni őket. Megkorszerűtlenek. Tehát például 30-40 nem, nem milliót kell olcsolni rájuk. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen. Uh, nagyon nagy változása a belvárosban, hogy régebben ugye ezek a polgári épületeknek a polgári lakásait megvette a középosztály, és, és meg hát a külföldi befektetők meg is, az is még most. Régen, ne és, és például egy Szent istván körútat tíz éve, tehát egy perc alatt eladtam, mert Igen. Szent István körút, ügyvédek háza, Már úgy egy gyönyörű... És senki. Tehát, hogy nem senki, de a magyarok semmilyen esetben sem, a külföldiek is már nagyon óvatosak. Tehát ez, hogy Andrási úton, hogy nem is kellett meghirdetnem, négyet Igen. telefonáltam, és eladtam a lakást. Viszont most meg arra se néznek. Szóval... Igen, de itt azért azt hozzátenném, hogy azok a nagyobb ö, ingatlanok nem mennek szerintem olyan gyorsan a városban, ahol például az Airbnb ö, tiltott, mert pont ez a... Most több ilyen Airbnb-vel foglalkozó ismerősömmel is beszélgettem az utóbbi időben, és mindenki azt mondja, hogy a nagy lakásokat kezdték el keresni a befektetők, tehát a nappali plusz két hálós Airbnb lakások. A befektetők és a befektetők Igen. milyen áron vál, vál, vásárolnak? Igen. Tehát biztos nem plusz négy százalékért, Tehát Így pont van. ezért mondom, Igen. hogy ezek a Igen. nagyobbak lejjebb mennek ahhoz, hogy, hogy, hogy eladják. Igen, őket. viszont ahol meg ugye esélytelen az Airbnb, na azok meg aztán főleg hátrányos helyzetben Igen. vannak, mert azok meg és Én itt e, keresik. Ebben a méretben ez, hogy érzitek, ez felúj, felújítottsági szintől függetlenül ö, gyengült ennek a kereslete? Teljesen mindegy, hogy most egy felújított ö, 110 nézetméteres ötszobásról beszélünk, vagy egy felújítandóról? Nyilván a felújítottak jobban mennek még mindig, tehát mm. az triplán hátrányos helyzet, hogy mondjuk... Halmozott a hátrányos, ugye szokták mondani. Köszönöm. hát, hát meg most aztán a főleg, a felújítandó. hogy, hogy most jönnek ugye elvileg a kínaiak, jön ez a letelepedési Az kötvény. Ami, igen. igen és, és ők meg ugye nem fognak felújítani, tehát hogy ők meg aztán tényleg a felújítottat keresik. Tehát ami nagy lakás, felújítandó, nem is lehet RBM-víztetni, az a leges legnehezebb Igen, eladás. Mert Ezek biztos, hogy most? nem mentek fel. Ö, mennyit kell, 250 millió? Az a minimum. Az a minimum. Igen, azt kell ingatlanba fektetni, hogyha jól tudom. Igen. Ezért én javasolom az összes olyan ügyfelemnek, aki így most lakást vásárol, és jól akar járni, mert biztos ti is találkoztatok már ilyen emberekkel, hogy ó, kapi, annyira jól akarok venni, tehát hogy ilyen tényleg ilyen jó vétel legyen, S de van egy eladom, ember, azért nagyon sokat kérek, igen. Nem, de most szerintem jól lehet venni, akkor tudsz amúgy jól venni, ha bevállalod a felújítandót, és végig, végig visszed azt, hogy vagy mondjuk felújítod, vagy felújítatod, és, és ott lehet neked érték növekedés csak egy teljes körű felújítás azért 500 ezer per négyzetméter mostanában, fűtéssel mindenre együtt. Tehát nem egyszerű úgy venni, hogy még profitod is legyen rajta. Főleg, hogy mondjátok most, hogyha egy millió el tudod adni, az jónak számít. Ergo 500 ezer alatti négyzetméter az ára kéne jó, megvenned. Az átlag... Millió akkor átlag. legyen egy millió kettő. De akkor is mondjuk Egyen. 500 körül kéne megvenned, hogy 200 ezres marzsod legyen rajta a tetején. Az még mindig nem tűnik olyan jó biznek. Mit érzékeltek? Hm. Mennyi a, a, saját, saját használatra vásárlás? Nálatok most a befektetők hogy vannak? Magyar külföldi befektetők, erről egy pár mondatot beszéljünk. Na? Ki kezd? Kezdjed. <laughs> Mivel hölgyek <Tudom>. vagyunk itt, vagy <laughs> ladies first, <laughs> akkor kezd Jó. jó, jó. Nálunk nagyon vegyes. Szerintem azért, mert mi, mi, azért így eléggé lefedjük Budapestet, tehát hogy mi, mi az olcsóbb kerületekben is értékesítünk, tehát a Csepel, Soroksár, stb. Tehát nekem van ott egy specialistám. És nyilván... A... Bocs, most felemellek nyugodtan, mondjuk közben. <laughs> szóval, hogy nálunk abszolút fele-fele arányban van. Nyilván a belvárosba visszatértek a befektetők, úgyhogy... Visszatértek? Nekünk abszolút, tehát, hogy folyamatosan... Magyar vagy külföldi? Ma magyar, magyar, igen, igen. Vannak olyan befektetőink, akiket bármikor előhúzunk a fiókból, hogyha tényleg jó áron tudunk nekik lakásokat adni. Egy gyors kérdés, a befektetők most, akik most vásárolnak, az valid dolog, hogy most akkor vásárolnak, hogyha nagyon keményen be tudnak alkudni, vagy, vagy nagyjából ez ugyanolyan, mint 4 öt évvel ezelőtt. Láttál már befektetőt irányáron vásárolni? Nem úgy értem, hanem a mértéke. Szerintem pofátlanok. De az a jó. 10-ből 9-re pofátlan beajánlás, egy oda fogja És mit adni. mondhatunk, körülbelül a piaci értéknek mennyi ilyen 30%-et biztos, hogy lealkudják? Hát, annyi talán most nem lel. lehet. Annyit annyi most nem annyi nincsen, nincsen. Annyi nincs. De egy 15-20%-ot akár el lehet érni, de itt motivált eladók kell. Igen, abszolút. Hát meg attól függ, hogy mihez képest, ugye 10-20%, hát, mert ha jó, úgy, ára, úgy, úgy van az irányár, vagy úgy árazod be, hogy ez már jó áron van, akkor akár irányáron is vehet a befektető, de. Igen, ez relatív. De, de nyilván ám, ár alatt vesz. Köszönöm. Egyébként most pont van egy nagyon friss példánk, egy befektető vette meg a lakást végül, és licit lett, irányár felett került el adásra. Én nem gondolom, hogy jóval alatta voltunk az árnak, tehát ez egy konkrétan mondom, ez egy 41 négyzetméteres József körúti második emelet belső udvarra néző totál felújítandó lakás, és 40 millióért ment el. Tehát, hogy az 41. Ez majdnem felújítan. egy millió, egy full felújítandó. Egy Igen, Totá totál, áll, igen, igen 40 millió ér ment el. Tehát azt én nem gondolnám, hogy az piaci ár alatt volt. Az, miért az fel a ház, olyan jó állapotban volt? Nagyon fel. szép a ház, egyébként világos a lakás is, tehát hogy nem sötét. volt a konyhája, a, ugye? Ab, persze. Másfél szobás így van, így van, és igen. ér, az, az, azért nem olyan rossz, mert azt így biztos, hogy a belvárosban meg amúgy is össze tevékenykedő ingatlan közvetítők észrevették, hogy millióig azért alakulhat ki licit. Igen. Mert igen. hogy 50-60 millióig most szerintem nagyon uh, nagy a vásárlási kereslet, de ez, utána e ez lett volna a következő kérdésem, nehezebb. ugye most beszéltünk arról, hogy mi az a kategória, ami beragadt, ha lehet így fogalmazni, és akkor azt mondjátok, hogy ez a uh, 30 és 60 millió között, 30 alatt nagyon nincsen, ez a 30-tól 60-ig az, ami most pörög? Hát az igen, pörög a legjobban, igen. Igen, igen. igen. És típus, típus, ha még kicsit finomítjuk, milyen típusok mennek. Nyilván a befektetők ezt keresik, ahol fejleszteni tudnak valamit. Tehát, hogy ez egy szobás, hogyha az másfél szobás alakítható. Pont Attila, volt a Balaton utcában egy 40 négyzetméteres full felújítandó lakásom. Egy szobás volt, és szép házban volt első emeleti tűzfalra. Hát nem tűzfalra, egy másik háznak a falára nézett, de azért nem volt egy fényárban úszó és uh, 41 fél ér meg tőlem a, az egyik uh, hölgy, és utána most láttam, hogy uh, nem tudom, hogy hány, hány uh, 100 ezer forintot költött rá per négyzetméter. Nagyon szépen megcsináltak, de 110-ér van. Azt tőlem megkérdeztek. Tőlem kérdeztek egy ára. Tudom, Én hogy 70 körül ér alapján. Igen, ezt én is így gondoltam, hogy 69-9 majd elment hozzátok. Titti 70-et mondanom. Na igen, és erre valaki elvállalt a 110-ér. Valaki elvállalt a 110-ér és neki üzenem, hogy értem én, de minek. Gabi most rátapintotta az egyik kedvenc témámra. Ez a... Szerintem ez a, is annyit. Beszéljünk egy picit a túlárazottságról. Hogy ti mit, mit tapasztaltok most erős a piacon? Téma. Ez egy erős téma, és szerintem egy nagyon-nagyon érdekes téma. Mit tapasztaltok a piacon? Illetve eh, akár minősíthetitek is azt, akár ingatlanos, akár eh, tulajdonos részéről, hogy, hogy ez mennyire jó ötlet, mint például ez a példánál, hogy hogy azért most nem arról beszélünk, hogy azért mondjuk 70 millió forintot és felteszem 80 ér, hanem 110 ér. Szóval ez már az a kategória, amit én sem tudok hova tenni pontosan a polcon, hogy, hogy ez az ennyire vagyok éhes, vagy, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy hát esetleg egy verébbere repülő verébb kategória. Csak, szerintem, meg ilyen. különbséget kell tenni a tulajdonosok tájékozatlansága miatt titulározottság, meg az ilyen idióta kollégák miatt titulározottságnál. Tehát de ha van egy kollega, a... aki a mennyiség miatt elvállalja 110 ér, amikor a hozzáértők megmondják, hogy 70 ér, akkor mi a franc az Elbírod képzelni, hogy valaki megvesz egy lakás felújít, ugye nagyjából valószínűleg befektetése vette meg, felújítja, és az az ember nincs tisztában a mondja, amikor ő 110 meghatározott, ő nagyon jól tudta, hogy ez nagyjából mennyit ért ez a lakás. De... de akkor miért? De őszintén, akkor nem miért? Tudom. Erre vagyok én szerintem is Szerintem nem is akarja eladni valójában. Szerintem meg szimplán annyi történt, hogy letesztelt mondjuk öt ingatlanost, Aktől egyik a Gabi, a másik én, meg másik hármat, és annak a oda a megbízást, aki a legmagasabb árat mondta, ilyet, hogy Igen, el tudja annyira szerintem adni. Is az Ennyi, történt. Ennyi történt. És ez szerintem egy nagy hálózat. Nem egy emlékszem, hogy ki van, de szerintem Há, nem, nem nagynál <coughs> van. Eljesen ezt, szerintem. Ő sem idióta, <coughs> hanem csak valószínűleg a kezdő, egy és nagyon kell neki a portfólió, meg, a, meg egy szép lakásról szép képek, és gondolom csak ezért ez tette etikailag... be, csak, csak nincs értelme. Meg szerintem átveri vele a tulajt. Hát meg magát is. Hogy etikailag ezt elfogadhatónak tartjátok az ingatlan közvetítők részéről, hogy úgy hoznak be a portfólióba ingatlant, és úgy vállalják el, és úgy idézőjelbe teszik hitbe a tulajt, hogy én el tudom Csak adni. Költői a kérdés? <laughs> Nem, kíváncsi vagyok az ő vélemény. Ezt tudjuk hogy egymás, nekünk, hogy mi erről a véleményünk, de szeretném az ő véleményüket is tudni, hogy, hogy ti ezt mennyire tartjátok a szakmán belül etikusnak, vagy mi erről a véleményetek? Hát nyilván egy jó ingatlanos időpénzt és energiát spórol meg egy tulajdonosnak. Na most, hogyha túlárazottan teszed ki az piacra a lakást, és nem tájékoztatod a tulajdonost arról, hogy ezt hogyan, mennyiért keresik, vagy nem csinálsz rá egy épkézláb értékbecslést, akkor akkor pont ezt a három dolgot kockáztatod a tulajdonos idejét, pénzét és energiáját, mert meg fogod mutatni olyan embereknek, mondjuk ezt a 110 milliós lakást, aki kíváncsi a felújításra, kíváncsi a kanapére, hú, de szép ez a kanapé. Hát, megnézi turisták. a, címkét, a szőnyegnek lefényképezi, nekem is ilyen kell majd otthon, és tehát, hogy, hogy ez az idő, pénz és energia. Tehát, hogyha jó ingatlanos vagyok, akkor időpénzt és energiát hozol, hogyha meg szar, már bocsi, De akkor van, meg viszel. Tehát, Tehát hogy pont ez a, a... baj, hogy mi, mi ugye nem véletlen vagytok itt, mi is titeket oda apostrofálunk, hogy azon a 10%-on vagytok, Igen. akik a tulajdonosnak ilyen szinten próbálnak segíteni. Ah, és van az szépen. a 90%, -a, ahova ez az időzéles kolléga is esik. Ugye mi is így szóltuk, hogy van a kollega, meg van a kollega és hát a 90% az időzőjeles, a 10%-ben vagyunk mi, akik hiába próbálnak ilyenkor érvényesülni és magyarázni, a 40 millió forint most ebben jelen helyzetben megbolondította a tulajdonost. És akármennyire is lehet esetleg az az ember egy olyan, aki már flipelt 3-4-5 ingatlant, mert tipikus olyan befektetőnek tűnik egyébként, aki megvette, felújítás után eladja, ez a 40 milliós profit különbség, ez megbolondította. És ezzel nem Én tudunk mit csinálni. Nálad mi a, mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Én szerintem a tulajdonosoknak ez például egy ilyen oktatói jelleggel is nagyon jó, hogy elmondtuk, hogy az egy nagyon jó szűrő lehet neki, hogy mi alapján választ ingatlanost, hogyha. Egy olyan ingatlanos megy ki, aki nem visz egy piaci elemzést, vagy nem, nem egy értékbecslést, és nem tájékozódik előzetesen. Héti report. Hát, akár. Így van, igen, akkor, akkor azt, azt, azt nem is értem, hogy miért választanak olyan ingatlanos, hiszen uh, amit te is mondtál, az idő, és én az időt emelném ki a legjobban. Tehát az idő az, amit nem tudunk pénzben kifejezni, amit nem tudunk visszaadni, és igenis én, én legalábbis én arra tanítom az értékesítőimet, hogy ne pazarolják a saját. Idejüket, meg az, 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 az eladóknak az idejét azzal, hogy olyan ingatlanokkal foglalkozunk, ami ami eladhatatlan, irreális a piacon. Tehát mi nem... Mi Kaptátok nem? már meg azt a, a visszajelzést a tulajdonosok részéről, amikor ugye e, próbáltatok szembesíteni őket a valósára, hogy ja, hát ennyiért én is el tudom adni. De... Mert ez azért egy, ezt azért mondom, ez egy, ez egy általában visszaköszönő... Jó, de erre mit válaszolsz? Na, Szeret, ez, ezért, ezért dobtam fel ezt a labdát a hölgyeknek, hogy nálatok erre mi, mi a megoldás. Sok szerencsét kívánok. 6 hónap múlva találkozunk. Hölgy vagy te is? Igen, néha. É, így csak mondott, egy így Persze, én úgy ott szerencsét. hagyom, mint a sics. Tehát ha úgy érzi, akkor mérülök itt. Azért, Na, ülök ez itt jó kérdés. azért ülök itt. Azért ülök itt. Felberült be bennem is. Mert magának, tudom, én tudom, hogy magának szüksége van rám. Csak el kell jutnunk odáig, hogy ezt ön is lássa. Ha azt hiszi, hogy ön is el tudja adni ennyit, akkor sok szerencsét kívánok, de ha még hat hónap múlva is fent lesz az ingatlan, akkor tudunk megint találkozni. Tízből kilencszer találkozunk. Mert erre tudjuk, múlva. mi tudjuk a választ, ugye, hogy egy ingatlan az, hogy hogyan van meghirdetve, hogyan van a tálolva, ugye, hogyan van az elstratégia felépítve, most nem akarok a hollandicit, licitbe belemenni, de számtalan olyan dolog van, amivel ki tudod maxolni az árat, amit egy tulajdonos nem tud. Akár sima ártárgyalás, ne, hogy nem rögtön búlintunk az első árajánlata, nekünk azért van egy X tapasztalatunk benne, hogy látjuk azt, hogy mit lehet belőle kihozni, stb. stb. De ezek nem annyira megfogható dolgok. Meg csak már alapvetően ilyen alapvető dolog, hogy elérhetőség. Nekünk ez a munkánk, <coughs> mi felveszük a telefont. Neki a munkahelyén hány hívása lesz? Mind idióta ingatlanosoktól, akik ugye napi tízszer hívják. Nem jó, akkor úgy mondom, hogy kollégáktól, akik napi tízszer hidekívják, Ha egy hónapig hirdetsz, az 300 hideg hívás. És lehet, hogy csak egy, kettő, három lesz belőle ügyfél, de a 300. hideg hívásnál már semmi kedve nem lesz felvenni a telefont. És akkor, akkor bocsánat, hogyan kezelitek akkor a, a túlárazottságot, erre kíváncsi vagyok? Én azt mondom, hogy ez egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk mi ingatlanosok, hogy ugye valamilyen szinten magunkat irányítjuk. Tehát abban az esetben, hogyha én elkezdek foglalkozni egy ingatlannal, én azt mérlegelem, hogy én is időt, pénzt és energiát teszek van bele. Elvállom és és van-e értelme, és figyelj, annyi ingatlan van, mm. ugye? Mm -hmm. Tehát ti is tök jól tudtok élni. Ti is, mi is nagyon sok más ingatlanos is. Nem kell, mindegyikkel én foglalkozzak. Nem Tehát tudom azt találni. Az. Mennyi dobszerű Amikor bocsánat? Amik, bocsánat. Mennyit dobtok el, mondjuk tíz megkeresésből mennyi az, amit ti dobtok el? Nem eldobjuk. Egyszerűen törekszünk vele, úgymond, dolgozni. Igen. De abban az esetben, hogyha. Ha ő, ő is, ha ő is hát tehát hogyha ő is partner ebben, de jó, most az én saját esetemet mondom, én hál' Istennek már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ajánlással dolgozom, és hogyha ajánlással jutok ki, akkor nyilván már a szakmaiságomat nem kérdőjelezik meg, és amikor elmondom nekik az árat, hogy mit gondolok róla, akkor, akkor ők azt elfogadják, hiszen tudják, hogy hogy mióta vagyok a piacon, mert hogy mióta dolgozom ingatlanosként, bíznak bennem, és uh, általában tudom úgy terelni a beszélgetést, hogy, hogy, hogy a végén maximális bizalmat szavaznak, és, és, és az lesz az ár, amit én javaslok. Természetesen nyilván nem az az érdekem, hogy minél olcsóbban, minél gyorsabban eladjuk, ezt mindig mondom nekik, hanem az, hogy olyan jó piaci árat lőjünk be, amivel mindenki elégedett lesz a végén. Egyetértetek azzal, hogy egy normál ingatlan akkor van jól optimalizálva ár minden szempontjából, hogyha heti Két-három, de mindenképpen szűrt, ugye? Ingatlan turistákat itt most kivesszük a képletből. Ö, heti legalább két-három szűrt ügyfél jelentkezik az ingatlanra. Ott kezdődik az, hogy ez már úgymond ö, működőképes ingatlan. Teljesen egyetértek, tehát ezt is szoktam használni amúgy a, a tulajdonosoknál kint, hogy e, akkor van jó áron, mikor már két-három embert ki tudok hetente kísérni. Nyilván nem egy luxus ingatlanról, mert igen. Ott, ott más ott, egy ha, Igen, hogyha mondjuk egy egymilliárdos ingatlan, akkor ha visszaktam én két-három havonta egyet, én már nagyon örülök, akkor ez már jó árban van, de, de egy ilyen százmillió alatti ingatlanra akkor van ez jó árban, hogyha kettő-három embert ki tudok vinni. Illetve én még amit mindig elmondok a tulajdonosoknak, mert mindig, vagy hát sokszor előjön az, hogy na jó, de próbáljuk meg az elején magasabb áron hirdetni. Ez is egy jó dolog, igen. És akkor én mindig azt mondom nekik, hogy az a helyzet, hogy megpróbálhatjuk, de... A legnagyobb esély arra, hogy eladjunk egy ingatlant az első két-három hétben van. Na most, ugye akkor kerül ki frissen a piacra az az ingatlan, akkor van a legnagyobb esélyünk rá, hogy az összes éppen a piacon lévő kereső ügyfél megtalálja ezt az ingatlant. Utána már csak azok fogják látni, akik újonnan beérkeznek, vagy esetleg elmentették, hogy na hát, ha lesz Otosan. majd olcsóbb. Szóval azért nagyon-nagyon fontos, hogy már az elején jól árazuk be, ha tényleg el akarjuk adni, nem pedig árulgatni, hogy, hogy megtalálja én az a sok-sok kereső. Abszolút, ezt szerettem volna említeni, és gyakorlatilag teljesen azt, azt mondtad, amit én szerettem volna igazából. Pár évvel ezelőtt tettem ki a kantinba erről egy, csak én picit matematikailag közelítettem meg ezt, és ott volt az, hogy amikor rögtön piaszra kerül egy új ingatlan, akkor ugye a megtekintőknek mondjuk a, meg, meg mondjuk, mondjuk egy példát, aki ezt az ingatlant keres mondjuk 20 ember. És ha ez a 20 ember az ott a pár hét alatt, amit említettél Réka megismeri, és ott te még egy olyan áron nyitsz, ami ő, őket nem érdekli, akkor onnantól kezdve a következő hónapban már csak a friss piaci belépők fognak, fogják ezt az ingatlant jóformán megtekinteni, ami ennek kb. ennek a 20 embernek kb. max. a 30 a Igen. És ott már elvesztettél nem tudom mekkora esélyt. És Na teljesen érdekes. Velem. Én nem így dolgozom. Tehát én például szeretem azt csinálni, hogy a tulajdonos mond egy árat, és majd gondolom neki, hogy rendben van, innen indulunk, viszont az én szerződésem úgy van felépítve, hogy van első lépés, második lépés, harmadik lépés. Felállítjuk a stratégiát egy hat hónapos megbízásra, vagy három hónaposra, attól függ, mire van szükség, és elindulunk onnan, ahonnan a tulaj akarja, hogy neki is bebizonyítsam, hogy az sok. Ennek és is ha, is eljutunk a ha eljutunk odáig, attól függ, milyen sűrűs neki meg két hét, hét alatt, mi, egy hónap Mit alatt, mond a tulaj? Tehát, hogyha te jó, is tudod azt, irális, hogy annyira irreális, amit mond. A kettő mond. között valahol, ha meg tudunk állapodni, ahol én mondom meg, ahol ő mondja, és nekem erre van árt, tehát mi az, ami ő még boldog lehet, uh -huh. és mi az, amit én reálisnak tartok. És az, az enyém az mindig alacsonyabb, mint amit ők akarnak, de nem baj megpróbáljuk onnan, ahonnan ő szeretne. Aztán 20 ban egyszer van olyan, hogy ahhoz közelebb el tudom adni, de 20 ban 19 szer ott megy el, ahol én mondom. És pontosan azért, mert tudom, hogy hogy kell beárazni, ők meg ugye nem tudnak elég objektívek lenni. Ez nem baj. Ez Még nem baj. mondott, és akkor eltérünk a kiadók, a javítsatok ki, hogyha tévedek, de ennek azért ugyanúgy alappillére, hogy ezen felül megmutassuk közben a tulajdonosoknak, hogy nézd, mi hogy dolgozunk az ingatlannal, hogyan vannak hirdetve, milyen szép képek készültek rajta, folyamatosan akár hetente-két hetente monitoringozni, jelentést adni neki, hogy mi történt, hogy lássa azt a tulaj, hogy nem arról szól, mi nagyon sok ingatlanos csinál, hogy hazamegyek, felteszem a telefonnal fotózott képekkel a komra, hátadülök Apu és három-négy hónapig hozzá sem nyúlok a hirdetésekhez. Apu, tel. Apu telefonnal, így van. Amúgy én még azzal szoktam megnyugtatni ilyenkor a tulajdonosokat, mikor mondják, hogy jó, hát akkor tegyük fel, hogy hát ha valaki <kül> ilyen verébb beszáll, és hogy össze, és akkor jó, hát akkor, akkor nem baj, ha jövőre adjuk el, ugye decemberbe? És akkor hogy néznek, micsoda, mert hogy, mert hogy lehet, hogy akkor beéri a piac. Utoléri a persze. Most, Nyilván ebből tíz ember, azért vagyok, a kilenc azt mondja, hogy nem, amikor, amikor elinfláltuk a pénzt. Mérges minket. vagyok, mert uh, ugye most nincs itt, a, nincs itt a laptop, és nem tudunk rákötni, hoztam statisztikát, és majd legközelebb bevágjuk, és olyan ingatlanokat is hoztam nektek, ahol ugye historikusan meg tudom mutatni, 13 hónapja érdeti a tulajdonos. Lépcsőzetesen ment le, de. 13 hónap alatt még mindig nem tudta azt elérni, amit említették, Gabi, hogy, hogy utolérje a, a piaci. piaci árat, hanem mindig csak lohol utána, mert 13 hónap, és mire a közelébe kerül, mert megint változott az ár, és, és ennél, egyszerűen... ennél, már csak az a jobban, amikor egyszer leviszi, egyszer felviszi. Egyszer Igen, adja. vagy van egy érdeklődőd, végre. Igen. Ez az. Emeljük, emeljük 5 millióval. Akkor, hát ez nagyon olcsó. <laughs> nagy szerintem jó. most annyira hát felmentek a, az árak, hogy szerintem emelni kéne. Nem? <laughs> szarab a konyhája Igen. fönt, Igen. és 5 millióval drágában eladta. Hát nehogy már. Hogy kiviszel két érdeklődőt, érdeklődött, mert ügyes kell, és vagy. nem akarom elkótyavetje. Így vetjeli. van, nincs, nincs kótyavetje. Szerintetek ezt? kitanította meg a tulajdonosoknak, hogy Mi. nekünk mindig ezt mondják. Mi. mind a, a vagy B. Igen. Nem akarom vagy élni, és nem kényelreked, Mindig ezt halljuk, és mindig ja. már mondják, annyira ja, most jogos, annyira kedves. E ez különben megér egy, egy misért, ez tényleg, Igen. Vagy, Igen. hogy ez, ez, ez honnan lettek erre így edukálva, tényleg. De már megfordítom, már én mondom, tehát, hogy tudom, hogy nem akarják vagy élni, és azt is tudom, hogy, hogy is nem kenyereked. Nagyon én azt gondolom, hogy így így Ellemed. árazzuk be, és megígérem önnek, hogy hogyha sok az érdeklődés, licit lesz. És tényleg a licitek királynője vagyok. Imádom, imádom a liciteket. Én is imádom. Igen, Igen bár most ebben már beszéltünk annyiszor az angol licitről, én, én, én úgy tudom, és úgy hiszem, hogy az angol licittel lehet, az angol árképzéssel lehet igazából licitáltatni az ingatlanokat, és ennek az egyik alap pillére az, hogy az az ingatlan jó legyen beározva. Szóval, hogyha te követed a tulajnak az agymenését, és használod a, megint a holland licitat, ugye felülről megyek majd lefelé, ott, ott ö, sokkal kisebb esélyed lesz. Ö, akkor fogsz licitáltatni, hogyha eleve ellet cseszve az áris, hát az az is tök jó, amit meghatároztatok. Felül. És Gabi, te hogy döntesz az ügyfelek között, hogy ki veszi meg, aki licitál? Ha mindenki ugyanazt a felső árat megadja például, amit meghatároztok. Hát Ez most, könnyű kérdés. Most te... Hát na haragudjatok, mert nem az, aki a legszimpatikus, aki a legtöbbet fizeti. És addig ha mindenki, viszem, mondjuk azt mondom, hogy mindegyik megadta azt a 75 milliót, aki a viszem, Fizetési... Addig viszem a licitet, ameddig kiesnek. Az, hogy milyen a, fizetési jó opcióknál égen. a legjobb a tulajnak. Hát, mindenki igen, kápés. A tula, Tehát a tulajdonossal együtt megbeszéljük, de de aki a legtöbbet fizeti. Nálunk mondtad, tudod, a... hogy döntél, Eszter? Nálunk Eszter 10-ből 9-et licitel ad el. Motivációs levél mind a három vevővel írat egyet, és a tulajdonos dönti el, hogy kinek tetszik a legjobban a motiváció. És a múltkor úgy döntött el egy ilyet, hogy a szomszéddal jobban van, és a, a vevő ismerte a szomszédot, nagyon jóban vannak, és a szomszéd ajánlotta ezt a lakást, és azért neki adta oda, mert a szomszédnak szeretett volna kedvezni. Teljes mértékben fel. ugyanaz Kedves, az összeg. Igen. És emiatt nincs licit sérült, nem meg lehet érteni, mindenki megértheti ezt a motivációt. Eszter sem sérül a dologban, a másik kettő sem sérül, hiába nem ők vették meg. Ez egy win-win lesz akkor is. Nekem volt licitem, és én nem szeretem például a licitet. Én azt szeretem, ha win-win van, és utálom, ha valaki sérül ebben a helyzetben. Volt sajnos ilyen eladásom, és sérültek benne, és én ezért nem szeretem. Én azt szeretem, egybevő van, megadja azt, amit kérünk érte, és túl van tárgyava, de Eszter ezt például nagyon jól kezelte. Igen. Ebből Amúgy a, ebből a ügyes. Egyébként, Egyébként a... A... arra a mondatra reagálva, hogy um, sérül az ügy meg, hogy elégedetlen az ügyfél. Szerintem amúgy ez kommunikáció kérdése is valahol. Tehát én például, amikor licit van, akkor mindig mondom a vevőnek, hogy ez egy kellemetlen helyzet, igen, tudom, ez senkinek sem kényelmes, viszont fordítsa meg a helyzetet, hogyha ő lenne az eladó, akkor ő nem ugyanezt csinálná ebben a helyzetben. Nyilván, nyilván, ő is a legmagasabb áron szeretné eladni az ingatlanát. Tehát értem, Persze. hogy ő most a vevő szerepbe van, de gondolkodjon a másik oldalról. És akkor így egy picit így vissza szoktak venni, és így azt mondták mondani, hogy hát igen, igazad van, Réka. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy még a hagyományos elképzésnél, amikor bemond egy járat a vevő, és akkor vagy belemegy a tulaj, vagy nem, ott, ott a vevő irányít. Még egy licitnél gyakorlatilag fordul a az irány, a és a tulajdonos kezébe lesz az irányító pálca. És ez például ez egy, ez egy koordinális különbség a két Igen. eset között. Térjünk át szerintem a, a kiadókra. Egy, egy intermedzó. Gabi, te kaptál már bögrét tőlünk? Már Réka, Na. tudom, hogy nem, úgyhogy akkor mindjárt hozok még egyet, oh, és akkor átérhetünk a kiadóra. Akkor elviszem a lányoknak, és felváltva fogunk inni belőle. <gül> <Most>. <gül> és légy szíves, posztoljátok is. Hát mindenképpen, minden nap más lány fogja posztolni. Réka most jött haza Dubajból, ő fogja Szüper. először, majd Beja, Zsuzsi. Na? Valamelyik kolléganőt hívott tegnap. Akkor ezt ég, hát, így oda is adom. Bár, Mit akart nálatok? Akar dolgozni? viccel. Megszoktuk, hogy jelentők. Remélem, <laughs> hogy nem. <gül> 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 Most aláírjátok? Ja, köszönöm. Ú, milyen meg? Az alkoholos, alkoholos egyébként, wow. amit odaadtam. Maga van. rá. Figyelj, akkor soha nem mosogatjuk el. Meg annyit, hogy az ingatlan kócs csapatának. Na persze, már minden. nem lehet. Permanent, permanent. Permanent, hát, hogy legalább egy kicsit névre szóló legyen. Örülj, hogy kaptál. Hogy... Na jó, oké, okay, köszönöm. De szép bögre. Na, most így 50 percnél, 50 percnél lesz a hogy adjak. Ja, Nagy Na gyerekek, csapjunk, csapjunk, bele az albékba. 10 percünk van rá, úgyhogy szeretnénk, holyatok. szeretnénk, akkor itt, igen, elment az idő, a, szerintem tök jó témákat érintettük. Mi a, a, tapasztalatotok az albérlet piaca nekünk? Kevesebb, ugye mi nem nagyon albérletezünk, és szeretnénk egy kicsit rávilegíteni, hogy milyen most a budapesti albérletpiac, Réka? Hát egy szóval drága, <laughs> és egyre drágább, legalábbis mi ezt tapasztaljuk. És az a helyzet, hogy most már ott, ott tartanak a tulajdonosok, hogy akiknél mondjuk évek óta stabil, jól fizető bérlők vannak, azoknak jobban megéri felmondani az albérletet, és újra meghirdetni piaci áron. Korrekt. Akkor a különbség van már egy az elmúlt ö, három évhez képest, tehát amit mondjuk három éve ki tudtál venni 150 ezerért, azt most ki tudod venni 220-230 ezerért. Mondasz egy-két példát, amit kiadtatok az utóbbi időben, hogy milyen típus, pont. hol. Uh -huh, ez pont ez történt nálunk is. Tegnap, ad Tegnap adtuk ki Szondi utcában, ugye a hatodik kerület, ez egy másfél szobás kis aranyos lakás, 245. ezer forintért. És gondolom, udvari? Ö Udvari? Várjál, nem, 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 bocsánat, nem udvari, egy ilyen, hát olyan, úgy udvari, hogy egy nagyon nagy kertre néz, a erkélyes, szóval kis aranyos, de semmi Tipre extra. Nézsz. Szondi utca. Igen, igen, igen. <laughs> Tipre, igen. Uh, igen. akkor volt egy másik, az is Szondi utca, most a Szondi utcákkal Mát, tele voltunk. Szondi utcában egy, um, egy elég csinos volt lakás. eleget nem kell, oda több, igen. Uh, nappali két háló, 330 ezer forint. Az baráti. Igen, ezt, ezt mondjuk külföldi. Ezt külföldi vette ki. Ezért van a kérdésem, hogy Igen? mi a például a, a bélőszetételből a tapasztalatotok. Nagyon vegyes. Kül, ez például külföldi vette ki, a másik a kislakást magyar vette ki de hogy nagyon-nagyon elképesztő, milyen, milyen, drágulás van az vérletpiacon, és már a külső kerületekben is, tehát hogy nincsen már olyan nagyon nagy különbség. Igazából ami jó lakás, tehát felújított, szép, nem a nagymama bútoros, az azért gyakorlatilag amit nem szégyelnek, annyit el lehet kérni már. Napali két háló, 13. kerületben, a új építésűek egyikében, 21 után épült, most mindegy melyik, 3000 euró simán kiment. simán. Uh -huh. Három ezer euró. euró, és két hét, három hét alatt kiment, és magyar vettek ki, nem külföldi. Hát 350 ezer alatt nappali kéthálós lakás csak a belvárosban nincs. Nincs. Igen. nincs. Angol utca, 14. kerület, tavaly 160 volt egy kétszobás lakás, most 220-ér sorba állnak. Egy sima kétszobás, 2011-ben épült házban. Gobind? 45 négyzetméter elkér. Nálatok, mi, a én, uh, mi is foglalkozunk a Múgyal én ugyanezt mondanám, mint a, az előző kérdésre, hogy itt is szegmentált nagyon. Én azt látom, hogy ugyanez van, hogy nagyon sok olyan nagy ingatlan van, ami mondjuk, például van a mi házunkban az Andrási úton egy gyönyörű, szép házba. Fent az emeleten egy olyan albérlet, amit régebben 1600 euró adtunk ki, most 1000-ért ment el. Oh. Azért, mert én úgy gondolom, hogy 3 50 ugye veszik ki a lakásokat, legfőképpen Budapesten. Tehát én azt gondolom, hogy három felett van egy ilyen megtorpanás. És tehát eltűntek a filmesek, az ilyen a, a vezető, vezetőbeosztású embereknek már annyira nem fizetik, a, nem fizeti a cég ezer euró felett a, a lakásokat, a igen, a home, Már otthon dolgozók, home, home office. Office, igen, office. Home office azok kiebb keresnek, és hogy a, van van -e a Belgrád rakparton egy olyan ingatlanunk, ami 1500 euróért volt nagyon sokáig kiadva, és most 1300 ér nincs rá érdeklődő. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a belvárosnak az albérlet kultúrája megváltozott. Nagyon sok külföldi van, de a kicsi lakásokat keresik, nem a nagyobbakat, tehát hogy már nagyon oda néznek az 1000-1500-2000 eurósoknak, és hogy, hogy azokat szerintem most nehezebb kiadni, mint pár éve. A kicsik, azok pedig, tehát hogy eszméletlen, hogy nem merem felrakni mondjuk a Facebookra, mert Szétlenek. állandóan, tehát, hogy annyian írnak, hogy így kiválogatni is nagyon Nehéz. sok idő. Igen, és hát ne, mondanom se kell, hogy mennyi szép üzenetet igen. kapok, ha felteszek egy hirdetést. Miért nem válaszolsz? És, válaszol? <laughs> és akkor utána szép szavakkal igen. elküldenek ide-oda. <laughs> igen, igen, mert gondolom sokan frusztráltak a Amúgy teljesen jogosan. Igen. Meg nagyon sokan leragadtak 2018-ban, hogy 150 ezer ér kell kutyával, két gyerekkel, napoli három, háló a hatodik kedvedben. Hát utaz vissza 2014-ben is talán találkozunk. egy, nem is tudom, milyen ö, csatornán valaki nyilatkozott, hogy gyakorlatilag most már egy az átlag saját fizetésből élő emberke, aki mondjuk nem egy jól menő kis valamit csinál magának, nem lehet, nem tudja kifizetni. Hát a belváros Igen. nem. nem. Igen. a belváros, Tehát zuglótól kifelé. Együk Nagyjából valami kifizethető még. Ami még érdekes, és ö, én nem tudom, hogy eddig volt ez, de én most lettem rá figyelmes, hogy egyre több olyan ö, bérlő jelentkezik, aki cég, és hosszú távra béreltetné, tehát hogy Erbien biztatni a lakását a tulajdonosnak, tehát kiveszik ők. Hosszú távra teljes körű felelősséget vállalnak mindenért, és ők továbbadják Airbnb-re. És uh, egyébként akik ezeket keresik, azok például ezek a nagyobb, uh, nagyobb lakások, ugye amit mondtam az elején, hogy a nappali kéthálós Airbnb lakásokat keresik most a legtöbben, és ezért elég sokan jelentkeznek az ilyen 500 ezer forint per hó kategóriájú lakásokra, így, hogy ők tovább üzemeltetnék. De a házba ott is igen. kell az engedélyettől, Persze, tehát ez természetesen Csak úgy működik, hogyha megkérde az igen. engedélyeket. Igen, igen, igen mondjuk mi lakásokat is kezelünk, ami azt jelenti, hogy kiadjuk és utána ugye menedzseljük, és mi legfőképpen is, ugye is, külföldieknek, tehát van olyan ügyfelem akinek 12 belvárosi nagyobb értékű ingatlana van, és uh, és ő nem megy ilyenekbe bele. Tehát hát hát azt mondja, hogy vagy ő airbnb bizteti, vagy hát. hát, vagy vagy hosszú táv, hát, és akkor a hosszú távnak a biztos bevételét élvezi, hogy, hogy ő igazából ideadja a kocs vagy a, a lakáskulcsot. Nekem kocsi kulcsot sajnos nem ad, pedig jó <gazulás> lehet, jól jó Jól lehet, Igen, de tehát azt nem, de a lakáskulcsot Sofőr ideadja, el... és hogy ő csak a pénzt akarja. Tehát, hát, hogy mindent befizettünk, a számlákat, mindenféle, Lét, és akkor mindenki. Hát de nincs igaza. Tök igaza. És hogy nem akar stresszt, ilyen airbnb is balhékkal foglalkozni, hogy mondjuk a közös képviselő mit mond erre. Mert ugye általában ezek a cégek amúgy nem rosszak szerintem, csak kell hozzá, nyitottság a tulajdonos felől, és valahogy. Mint a magyarok, meg a befektetők is olyanok, hogy nehogy már az én befektetésem, mert egy másik, másik befektetés még jól, jól igen, járjon. Úgyhogy Hát szűrni a... kell ezeket a cégeket is, igen. tehát hogy Na, nyilván... Mi... Igen. Na, hát egész jó be tudtuk fejezni mindent, Nem amiről szóval. beszélni akarsz. Szerintem én majdnem, micsoda. Nagyon mesteri Kopra. volt. Kopra. Ügyesek vagytok, lányok, meg vagytok dicsőre. Köszönjük, tényleg. Jól csináltuk. Ugyan, Maradt mi, bárkiben, mi bármi óhaj, sóhaj, panasz, kérdéskérés, amiről szeretne beszélni, hát kifejteni, úgyis hogy kivágjuk. hogy ide ráírjátok, hogy az ingatlan kócs de ha nem, megtesszük. nem, akkor megyek. <síns> igen, igen, nekünk meg, hogy a hántereknek. Hunter a hánterek nagyon ügyesek. Köszönjük, igen. Tetszik a social médiátok is. Egymásnak akkor... <sítható> a... én megvárom, ha, nem két, megvárom, 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 Jó, hogy... ti is ügyesek vagy. Tök. Köszönjük. <sítható> Kedvesek. Igen. Köszönjük, megvárom, hogy meg, meghívást. Igen, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ez volt a Kalmárok 175. adása. Csorba úr rád vár, hogy összevágt. <sítható> Olyan, ja, sok ja. sikert. Úgyhogy sziasztok. Uh sziasztok.